Hírekkel kezdjük a mai adást. Az elmúlt hét legkiemelkedőbb eseménye a március 15-i nemzeti ünnepünkre való emlékezés volt. Erdély minden magyar lakta településén megemlékeztek a 48-49-es forradalom és szabadságharc áldozataira. A következő percekben egyes régiók legnagyobb településeinek ünneplését mutatjuk be önöknek. Debreceni diákokkal együtt ünnepelték Aradon az 1848-as forradalom kitörésének 164. évfordulóját. A hajdúságiakat a Csíki Gergely főgimnázium látta vendégül két napig. A Budapesti Rákóczi Szövetség március 15-i diákutaztatási programja keretében 74 magyarországi középiskola közel 3000 diákja utazhatott valamelyik határon túli magyar településre, hogy ott élő diáktársaikkal ünnepeljék március 15-ét. Az aradi magyar főgimnáziumba a debreceni református kollégium gimnáziumának 22 tanulója és 9 pedagógusa látogatott. Csiki Gergely főgimnázium diákéval együtt egy ünnepi műsort adtunk, amelynek a lényeg az, hogy tanárok nem voltak benne a szervezésben, tehát a kollégium diák önképzőkörének a tanulói részvevői, ők készítették a műsort, és ők is fogják előadni. A debreceni fiatalok ünnepi műsorukban megidézték Széchenyit, Kossuthot és kortársaikat, a reformkor törekvéseit és az 1848-as forradalom kitöréséhez vezető társadalmi feszültségeket. Kölcsönvenni a birtokait korszerűsítésére, és nem kaptam. Hogy van? Hiszte, hogy az ország egyik leggazdagabb birtokosa. Lehet, de mégsem kaptam, mert az ősiséget... A hajdúsági és a párciumi iskola testvér kapcsolatban áll egymással, de voltak debreceni diákok, akik most szerezték első élményeiket Aradon. Én Aradon több magyarra számítottam, több magyar diákra, és hát megdöbbentett, ugye, hogy milyen kevés lélekszámba találhatóak itt magyarok. Hát igazából szerintem gyönyörű lenne a város, csak valahogy mégis olyan kicsit leélt, és ez nekem szomorú, hogy ilyen lett a Magyarországból, a régi Magyarországból. A debreceni diákok és tanáraik felkeresték az aradi történelmi emlékhelyeket, és megkoszorúzták a 13 aradi vértanú emlékművét, Zala György monumentális alkotását, a szabadságszobrot. Szintén Arad megyében, Fazekas Varsándon gyömrői, Kisiratoson pedig pusztaszabolcsi diákokkal ünnepelték meg közösen az 1848-as forradalom kitörésének 164. évfordulóját. Március 15-e alkalmából Szatmár megye több városában is ünnepi megemlékezéseket tartottak. Kiemelkedőbb rendezvények voltak Nagykárolyban és Szatmárnémetiben. Ezeken a megemlékezéseken részt vett Kelemen Hunor, a kulturális és örökségvédelmi miniszter, az RMDSZ elnöke is. Nagykárolyban a szokásoknak megfelelően a város központjában felállított Petőfi szobornál gyülekeztek a résztvevők. Az érdeklődők hazafias szavalatokat és előadásokat hallhattak a forradalomról. A magyarság egyik legnagyobb ünnepe a nyilvánvalón kívül az erdélyi magyarok számára más jelentéstartalommal is bír. Számunkra nagyon fontos ez, nem csak azért, mert a magyar nemzetnek, a modern magyar nemzetnek a kialakulását is jelentette a 48-49-es forradalom, de nekünk 89 után egyfajta újabb szabadságharcot kellett megvívnunk más eszközökkel máskorban, és ezt minden egyes nap, minden egyes héten, minden egyes hónapban, minden egyes esztendőben újra kell kezdenünk. Soha nem volt olyan a szabadság, amit egyszer kivívnak, és akkor egy örök életre, vagy az örök kivalóságig megvan, azt mindig újra és újra kell kezdeni. Az ünnepi műsor keretében megkoszorúzták Petőfi Sándor mellszobrát. A résztvevők között olyan is volt, aki más településről jött Nagykárolyba, és ezt minden évben megteszi. Általában minden évben részt veszek a március 15-i megemlékezésen, mivel hogy szerintem ezt minden magyar embernek illő volna és kötelessége volna megemlékezni a magyar 48-as hősökről. Az összefogásba és a nemzeti együtt tartozásba veszett hittel. És ez már Szatmárnémeti. Zsúfolásig megtelt a kis park, amelyiket már évek óta az egyik legnagyobb költőnk Petőfi mellszobra őriz. Soha ekkora tömeg nem vett még részt a Szatmárnémeti megemlékezésen. Örülök annak, hogy Szatmárnémetiben, Nagykárolyban, Szatmár megyében, a Parciumban, Erdélyben, ma már mindenhol szabadon, büszkén, vállalva a magyarságunkat, ezt az ünnepet meg tudjuk tartani. A megyeszékhely egy fontos csomópontja volt a szabadságharcnak. A forradalom és szabadságharc korszakában Szatmár fontos és nem olyan fontos része volt. Tehát itt háború nagy harc abban az időben nem volt.
Éppen ezért már úgy bentábornok, de a magyar vezetőség is, és Kossuth is a városi polgárokat nem kényszerítette, nem kérte, hogy részt vegyenek harcokban, hanem inkább arra támaszkodott, hogy minél inkább részt vegyenek a forradalmi csapatok felszerelésében. Az ünnepi főhajtást és Petőfi szobrának a koszorúzását követően a március 15-i rendezvénysorozat a Szatmárnémeti Északi Színházban folytatódott. A műsort a református gimnázium diákjainak előadása nyitotta. Ebben az évben is átadták az immár hagyományosnak számító RMDS díjakat. Az elismerést minden évben három kategóriában osztják ki. A szatmári művelődésért végzett munkájáért Muzsnai Árpád tanár újságíró kapott elismerést, a szervezetépítés kategóriában Nicsi János városi tanácsost jutalmazták, a szatmári ifjúságért kategóriában pedig Kánya László madisztárselnök részesült a megtiszteltetésben. Én úgy érzem, hogy az elismerés ennek a vidéknek, egész Szatmár megyének szól. Az ünnepi rendezvénysorozat a Hám János Római Katolikus Iskola Központ táncos előadásával folytatódott, majd a Kölcsey Ferenc Főgimnázium diákjai zárták a március 15-i ünnepi megemlékezést. Nagyváradon kétszer is megkoszorúzták Szacsvai Imre szobrát, először az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt körében ünneplők helyezték el a megemlékezés koszorúit, majd az RMDS képviselői és a velük együtt emlékezők tisztelegtek a szobornál. Nagyváradi esemény összefoglalón következik. Szacsvai Imre szobránál két ízben is fejet hajtottak az emlékezők március 15-én. Az Erdély Magyar Nemzeti Tanács által szervezett ünnepségen beszédet mondott Tőkés László, Európa Parlamenti képviselő, Zagykó Gyula, a Néppárt Párcium régióért felelős országos alelnöke, valamint meghívott vendégünk Csóti György, a Fidesz országgyűlési képviselője. Tőkés László azokat az időket idézte fel, amikor még tilos volt ünnepelni. A Habsburgok, a kádári vagy a Ceausescu korabeli rezsim idején teljes tilalom sújtotta március 15-e megünneplését, vagy az anyaországban korlátozásokat vezettek be legalábbis. A hivatalos ünnepek liturgiája szerint a süket hivatal hordta koszorúit az emlékművekhez. Hát nem kérünk a hivatalos ünnepek korlátozásaiból, kirekesztő magatartásából vagy tilalmaiból. Megérett az idő az ünneplés szabadságának a megélésére, korláttalanul és szabadon. Az ünnepség koszorúzással folytatódott, majd a nagyváradi asszonykórus, valamint a váradi dalnokok fellépését nézhette végig a nagy érdemű. Haripáját megforgatja, elmegyen dolgára, csillog, villog a mezőben, Az eseménysorozat a nagyváradi olasz református templomban tartott ökumenikus istentisztelettel zárult. Ez idő alatt az RMDS helyi szervezetének ünneplői hajtottak fejet a Szacsvai szobor előtt. Kis Sándor, a Bihar megyei RMDS elnöke a megvalósításokról beszélt. A legutóbbi megvalósításunk, hogy több éve szívós csapatmunkával létrehoztuk Váradon az önálló Magyar Szigligeti Színházat. A fanyalgóknak, a ködevőknek jelzem, hogy még a forradalom és a szabadságharc másfél évére sem bizonyult igaznak az a régi latin mondás, miszerint a fegyverek között hallgatnak a múzsák. A forradalom politikai és katonai vezetői is tisztában voltak a színészet mozgósító erejével.
Az RMDS helyi szervezetének képviselői is elhelyezték koszorúikat, majd fáklyás felvonulást szerveztek az ünnep tiszteletére. Kolozsváron idén zökkenőmentesen zajlott le a március 15-i ünnepség, az emlékező tömeg a hagyományos útvonalon vonult fel, részt vett a Szent Mihály templomban tartott ökumenikus istentiszteleten, majd a Biazini szállóhoz vonulva elhelyezték a koszorúkat. Immár 22 éve ünnepelhetjük szabadon Erdélyben a magyar nemzeti jeles ünnepét, de azt is el kell mondanunk, hogy ma sem felhőtlenül hangzott el a Szent Mihály templomban tartott ünnepi istentiszteleten. Az igazi koszorúk a tettek koszorúi, azoknak a tetteknek a koszorúi, amelyeket elvárnak tőlünk azok, akik most már nem élhetnek köztünk, de akár 48-ban, akár 56-ban, akár 89-ben, ha úgy hozta a sors, akkor életüket adták egy ügyért. Március 15-én Kolozsváron nem a politika üzenete kell legyen, nem az volt részünkről, és remélem, hogy ez úgy marad továbbra is. 48-as forradalomnak az ünnepe ma is érvényes. A 164 évvel ezelőtti forradalmi nap sokak számára csak történelem. Ezt a napot viszont nem szabad elfelejteni, mivel szorosan összekapcsolódik a magyar nemzet identitásával és mindenkori szabadságvágyával, hangzott el az ünnepségen. A politikai pártok képviselői és a város vezetők koszorúkat helyeztek el a volt Biazini szálló épületénél, ott, ahol a 48-as értelmiség vezére Petőfi Sándor és felesége Szendrei Júlia is megszállt 1847-ben. Nemzeti ünnepünk estéjén a Kolozsvári Magyar Operában Szilágyi Mátyás Magyarország kolozsvári főkonzulja magyar állami kitüntetéseket adott át. Az ünnepi keretet a Néptánc Találkozó Gála műsor adta, amelyből részleteket láthatnak nézőink a következő percekben. Szilágyi Mátyás, Magyarország kolozsvári főkonzulja a március 15-i nemzetünnep alkalmából tolmácsolta a magyar kormány üzenetét. Beszédében kiemelte, tavaly éppen március 15-én tették le az esküt az első külhoni magyar állampolgárok. Az ünnep azonban minden alkalommal tükröt állít, és kérdésre is sarka, hülyek vagyunk-e a 48-asok örökségéhez? Szolgáljuk-e mi is a nemzetet? Hagyjunk-e örökül mi is fontos művet? Tavaly ilyenkor tettek elsőként állampolgársági esküt Magyarország határain kívül élő magyar emberek. Az eltelt egy esztendő alatt a magyar állampolgárok közössége 150 ezer honfitársukkal gazdagodott, és hamarosan még 100 ezeren vehetik kézbe magyar okmányaikat. Aligha kerülhetett volna ennél méltóbb ajándék a nemzet asztalára a mai ünnep alkalmából. A Kolozsvári Magyar Operában megrendezett néptánc találkozó gála műsort követően a főkonzul magyar állami kitüntetéseket adott át. Asztalos Lajos és Bú József Olivér magyar ezüst érdemkeresztet kapott. A magyar érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Gál György Elemért, Dávid Lajost, Kéz Dímolát és Mózes Attilát. Pataki József és Tolna Éva Gizella magyar arany érdemkeresztben részesült. Csíkszeredában vehette át kitüntetését Bíró Béla, Nagy László és Pál Ibolya Mária. Dr. Pap Géza a magyar érdemrend középkeresztjét Budapesten vehette át. Ugyancsak Budapesten kapta meg a Magyar Köztársaság érdemes művészi díjat Bogdán Zsolt színművész is.